Kistarcsán május hónapban számos rendezvényt tartanak, de a legkiemelkedőbb a kistarcsai napok lesznek. Hányadik alkalommal szervezik meg? Így már 20. alkalommal, tehát most egy kerek évfordulót fogunk ünnepelni, így még jobban igyekeztünk a program szervezésekor, hogy mindenki találjon a rendezvény során egy olyan programot, ami elnyeri a tetszését és jól érzi magát. Reggel természetesen gyerekprogramokkal kezdünk minden évben, lesz alma együttes, és különböző programok a gyerekeknek, később pedig a helyi fellépők mutathatják meg a tudásukat, majd pedig este sztárfellépők, lesz Magna Cum Laude, lesz Majka Curtis, lesz Punani Massif, és még sokan mások, lesz operett, tehát igazából most is igyekeztünk minél színesebb felhozatallal elnyerni a kedves ide látogatók tetszését. Számos kísérő program is várja a vendégeket. Melyek ezek? Egyrészt ismét EU-s rendezvény lesz a kistarcsai napok, tehát több országból fognak ide látogatni, és már napokkal előtte elindulnak itt a hivatalban a konferenciák, ahol ismerkedni lehet és információkat átadni egymásnak, majd pedig a rendezvényen magán mindenki be tud mutatkozni, és utána jól érezni magát. Lesznek egészségügyi programok. Itt ingyenes szűréseken vehetnek részt az ide látogatók, lesznek kiállítások az iskolában, amit ismét a KIKE szervezett, és lesznek sportprogramok is, lesz úszóverseny, lesz vízilabda bajnokság, lesz kispályás bajnokság, tehát ismét több helyen tudják a fiatalok az erejüket próbára tenni. A tavalyi évben milyen létszámmal zárták a kistarcsai napokat? Mivel egy szabadtéri rendezvényről van szó, ami ingyenes, és nem kell belépő, így pontos számot nem fog tudni mondani, de mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy az ifjúságtéren másfél ifjúságtérnyi ember volt kint. Tehát mondhatni nem, hogy megtelt az ifjúságtér, hanem igazából még azon egy kicsit túl is lógott, de én úgy érzem, hogy azt, hogy 20 év alatt a kistarcsai napok, egy ekkora rendezvény, egy ilyen közkedvet, nem csak helyben, hanem itt a térségben ennyire közkedvet rendezvényre tudtak kinőni magát, az nagyon örömteli, és ez nagyon sok embernek a munkáját dicséri, hiszen a főszervezők mögött ott van egy hatalmas csapat, akik a program előtti szervezéstől, a program közben, a mindenféle feladatok ellátásán keresztül mindenben részt vesznek, nagyon sokszor egyébként teljesen ingyen, önszorgalomból, hogy ezzel is színesítsék a városnak az életét, és itt is szeretném nekik megköszönni a munkájukat, hiszen nagyon sokan már az első kistarcsai napok óta részt vesznek a munkában, de én annak is örülök, hogy a fiatalok közül is most már nagyon sokan hosszú évek óta segítenek nekünk, tehát igazából ez egy ilyen korosztályokat átívelő programnál sikerült, hogy összejöjjön. Elsősorban a rendezvény központja természetesen az ifjúságtér lesz szombaton és vasárnap, az iskolában a kiállítások és az egészségügyi programok várják az embereket, szintén szombaton és vasárnap mind a két nap. A konferenciák már csütörtöktől indulnak itt a hivatalban, pénteken pedig este a KIKE szervezésében egy kiállítás megnyitón vehetünk részt, valamint a különböző versenyek is már csütörtök-péntektől zajlanak, ezeknek a helyszínét és időpontjait pedig a programfüzetben megtalálják. Tehát még egyszer, május 23-24 kistarcsai napok, várunk mindenkit szeretettel!